Vasárt szeretettel üdvözlök mindenkit ismét. Ugye, amivel a mostani évben elkezdtünk foglalkozni, ez a dogmatika. Ugye az egyház rendszeres teológiája, és annak is a legelső fejezete a teológiai Isten tan. Hát ez idáig ugye beszéltünk Isten létéről, és mindazokról a tulajdonságokról, amelyek ebből a létből fakadnak, az egységéről, az örökké valóságáról, az ő ugye mindenütt való jelenlétéről, az ő szentségéről, jóságáról, stb. Na de hát most ugye, és azzal fejeztük be, hogy Isten egy élő Isten, tehát ugye nem csupán egy passzív tárgya a mi vizsgálódásunknak, hanem egy élő, személyes létező, akinek ebből kifolyólag van tudása, ismerete és van akarata. És most ezeket az aktivitásokat fogjuk megvizsgálni, tehát hogy milyen is az Istennek az ismerete, a tudása, és milyen is az ő akarata. Nos, hát ugye a legelső, amit tudnunk kell, ugye, hogy a Istennek az akarata, illetve Istennek a tudása, bocsánat, végtelen. Ez ugye egy dogma, amit az első vatikáni zsinat kimondott. Azt mondja ugye a Zsoltáros is, hogy az ő bölcsességének nincsen határa, tehát végtelen. Miből tudjuk ezt a Szentíráson kívül? Hát ugye mindig a logikát is figyelembe kell venni, tehát hogyha bennünk, teremtett létezőkben van ugye ismeret, van intelligencia, akkor nyilvánvaló, hogy a mi alkotónknak ugyanígy van tudása, intelligenciája, mégpedig végtelenül tökéletesebb, mint a miénk. Tehát ugye, mivel Isten teremtményei vagyunk, ezért véges módon tükrözzük a mi teremtőnknek a tökéletességét. Aztán a másik dolog, hogy ugye ennek a világnak a rendje, a rendezettsége, a célszerűsége föltételezi, hogy a teremtő, az alkotó a legmagasabb rendű intelligenciával rendelkezik. Ugye, tehát pontosan ugye a természettudósok által felfedezett törvények tükrözik, hogy ez a világ úgy működik, mint egy svájci óra. Tehát minden tökéletes harmóniában van, mindent ugye például a csillagok, a bolygók állását évszázadokra előre ki lehet számítani, stb. Tehát ez mind annyira ki van találva, hogy úgy mondjam, annyira össze van hangolva, hogy nyilvánvaló, hogy ez nem a véletlen, és nem valamiféle tudatlan, öntudatlan rendezőnek a műve, hanem a legmagasabb intelligenciának a műve. És aztán még, hogy miből gondoljuk, hogy Isten tudása végtelen, abban, hogy Isten anyagtalan, tehát Istenben nincs anyag, és az az anyagtalanság, ez ugye mindig a tudás alapja. Tulajdonképpen, hogyha én tudok dolgokat, hogyha ismereteket szerzek, akkor ahhoz kell egy ilyen elvonatkoztatás, hogy én ugye nem csak közvetlenül tapasztalom ezt a sapkát, vagy ezeket a telefonokat itt, hanem elvonatkoztatok, tehát fogalmat alkotok arról, amit az érzékszervei mutatnak. Tehát az anyagi valóságból egy anyagtalan fogalmat alkotok, és hát ugye a tudás az mindig anyagtalan. Hát az Isten ugye, mint anyagtalan létező, nyilván testetlen létező, nyilván, hogy a legmagasabb ismeret képességgel is rendelkezik. Aztán ugye a Isten tudása az mindig aktuális tudás, ugye ezt az előbbiekben mondtuk, hogy Isten tiszta aktus, tiszta megvalósultság. Semmi potencia, semmi lehetőség nincs benne. Tehát benne nincs változás, hogy a lehetőségektől a megvalósulás felé nincs fokozatosság, hanem nála minden tökéletesség megvan. A lehető legmagasabb fokban, tehát ugye az ő tudása nem olyan, mint a miénk, hogy növekszik fokozatosan. Ugye bővülnek az információk, bővül a tapasztalat, következtetünk, és akkor a végén ugye valamiféle
következtetésre jutunk, hanem Isten azonnal, intuitív módon, ugye egyetlen aktusban, egyetlen fölismerő aktusban ismer és tud mindent. Ugye, tehát ez azért van, mert ő a tiszta megvalósultság. Nem kell, tehát nincs következtetés, dedukció, és nincs szukcesszió, tehát nem követik egymást az ismeretek, először megtudja az egyik dolgot, utána a másikat, hanem minden egyszerre tökéletesen felfog, mint tökéletes létező. No, aztán ugye a következő, amit a tudásáról tudunk, az, hogy Isten, mivel hogy Isten maga azonos minden tulajdonságával, ugye emlékezzünk, hogy korábbiakban mondtuk, hogy Isten nem egyszerűen szeret, hanem Isten maga a szeretet. Isten nem egyszerűen szent, hanem ő maga a szentség, azonos a szentséggel. Isten nem csupán igaz, hanem ő maga az igazság. Tehát azonos a tulajdonságaival, a léte és a tulajdonságai egybeesnek, ugyanúgy Isten azonos az ő tudásával is. Hát Isten ugye elsősorban, és Isten tudása persze kimerítő. Elsősorban ugye mit ismer, vagy kit ismer az Isten? Hát önmagát. Mégpedig ugye tökéletesen, kimerítően megérti önmagát. Ki mondhatná azt, hogy tökéletesen ismeri az Istent? Ugye mi emberek, még a legszentebbek is közülünk, hát csak úgy messziről tapogatóznak, csak úgy valamit sejtenek az Istenről, némi ugye tapasztalatunk van, de hát ugye Isten végtelenül nagyobb, mind annál, amit mi felfoghatunk, amit mi megismerhetünk. De Isten önmagát tökéletesen képes megismerni, és egyedül ő képes erre. No, tehát ugye, mit mond a 1. Korintusi levél 2.10, hogy a lélek, ugye a Szentlélekre gondolva, mindent ismer, mindent átlát, még az Isten mélységeit is. Tehát, hogy Isten még a saját mélységeit is tökéletesen átlátja, megérti. Aztán ugye az Isten tudása független minden olyan dologtól, ami Istenen kívül van. Tehát semmiféle külső tapasztalatra nincs szüksége. Nincs szüksége előzetes kategóriákra, hogy ugye besorolja az ismereteit ebbe vagy ebbe a fiókba, hogyha úgy tetszik. Nem, tehát Isten közvetlenül ismeri meg a dolgokat, ugye. Hát én először, hogy megismerem ezt az asztalt, meg kell néznem, meg kell tapogatnom, stb. És aztán besorolom, hogy aha, bútor, vagy például a fabútor. Tehát egy bizonyos kategóriákba besorolom, és minden, amit én tudok, valahova, valamilyen dobozba be kell dobnom, ugye? És az alapján tudok tovább lépni a még teljesebb tudás felé. Most Istennek nem kellenek ilyen külső segítségek, se kategóriák, se tapasztalat, sem pedig az, hogy valaki ugye fölvilágosítsa őt, tehát külső információkra nincs szüksége, mindent közvetlenül megismer. Igen, tehát ő minden dolognak a létesítő oka, minden dolognak, ugye minden dolog ő benne áll fenn, tehát gyakorlatilag ő önmaga által ismer meg minden dolgot. Na, aztán ugye a következő ilyen dogma, hogy az Isten tudásának az elsődleges és formális tárgya maga az Isten. Tehát elsősorban önmagát ismeri, önmagát szemléli, majd a Szent Háromság tanban majd látni fogjuk, hogy amikor Isten tökéletesen megismeri önmagát, kimondja önmagát egy igében, és ez az ige lesz majd a második isteni személy, aki ugye az atyának tökéletes képmása, és ugyanolyan isteni személy, mint ő, de egy vele az istenségben. Tehát ugye ennek az isteni önismeretnek a gyümölcse az ige, a második isteni személy. No de, másodlagos tárgya az Isten tudásának a Istenen kívüli létezők, amelyeket ugyanúgy tökéletesen ismer. No, aztán ugye mi az, amit Isten ismer ezek közül a másodlagos tárgyakból, tehát a külső Istenen kívüli dolgokból és világból. Hát ugye elsősorban azt mondjuk, hogy Isten ismer minden
lehetséges dolgot, minden létező dolgot a jelenben, a múltban és a jövőben. Teljesen ugye világos a Szentírásban, például Eszter könyve azt mondja, hogy Isten, aki előtt ismeretes minden dolog például, ugye. Tehát nincs semmi, ami előtte rejtve lenne. Hiszen minden dolognak ő az oka, és ráadásul, amikor Isten megismeri a dolgokat, akkor nem úgy ismeri, mint mi, hogy valami már megtörtént, valami most történik, és valami majd a jövőben bekövetkezik. Hanem Isten számára csak a jelen van. Isten az örök jelenben él, tehát minden, ami van, az előtte a jelenben föl van tárva. Tehát ő mindent jelenként érzékel. Igen, szóval itt megint csak van egy csomó gyönyörű szép szentírási idézet, például ugye az apostolok cselekedeteiből tudjuk, hogy Isten ismeri a szívek mélyét, Isten ismeri az emberi szíveket. Aztán ugye például a példabeszédek könyve, hogy Isten kivizsgálja a szíveket, és megért minden gondolatot, tehát a gondolatokat is, a szívek rejtekei. És ez a Szentírásban világos, hogy Istennek ez a különleges privilégiuma, ami csak neki van, hogy ismeri a szívek rejtekeit, ami a szívek mélyén van. Az ember még saját szívének a mélységét se ismeri teljesen, még azon is meglepődhet, hogy mi van benne, akár kellemesen, akár kellemetlenül, de Isten ismeri kimerítően a szívek mélységeit. No, aztán ugye a következő, hogy Isten ismeri az értelmes teremtmények jövőbeli szabad tetteit. Tehát pontosan tudja, hogy a jövőben én mit fogok tenni szabad akaratomból. Tehát azt is tudja például, hogy ki fog közülünk elkárhozni, ki fog üdvözülni, ki fog a tisztítóhelyre menni, mindent ismer előre, semmi sincs rejtve. Most itt egy nagyon érzékeny területre léptünk, és a következők mind ilyen érzékeny témák lesznek, mert ugye ez örök dilemma, hogy Isten hogy lehet egyszerre ugye mindenható, mindentudó, ő mindent előre tud, mindent ő dönt el, és ugyanakkor nem kényszerít ránk semmit, hanem mégiscsak a mi szabad döntéseink ugye történnek. Tehát mi szabad akaratunkból cselekszünk és döntünk. A kettő minthogyha kizárná egymást. És ugye hát itt van már a reformációnak is ez a problémája, hogy ugye hát majd Calvin azt fogja mondani, hogy Isten mindent előre eldöntött. Nincs szabad akarat, tehát ugye Isten ugye predestinált valakit az üdvösségre, valakit a kározatra. Azt fogja mondani, hogy ha téged Isten az üdvösségre predestinál, akármilyen gazember vagy, bármilyen súlyos bűnöket követsz el, nem fogsz tudni elkárhozni, mert az Isten tökéletes, előzetes elhatározása a te üdvösséged. Másrészt, hogyha Isten a kározatra predestinál, akkor akármit tehetek, keresztre feszíthetem magam a jó cselekedetek által, akkor se fogok üdvözülni, mert Isten úgy döntött mindenfajta ok nélkül, és nincs jogom számot kérni, hogy miért, úgy döntött, hogy én a pokolra kerülök, és ezt nem fogom tudni elkerülni. Tehát ez a kálvinista teológiának egy rettenetes része, ugye? Na most a katolikus teológia, hát vért izzad ebben évszázadok óta, hogy a kettőt hogy tudja összehangolni. Elárulom, hát ugye próbálkozások vannak, de tulajdonképpen sehogy, mert ugye ez a mi ismeretünket, a mi képességünket meghaladja. No, szóval minden esetre nézzük akkor sorjában, tehát az biztos, hogy Isten ismeri az jövőbeli tetteinket, a szabad döntéseinket, ugyanakkor nem kényszerít minket, nem veszi el a mi szabadságunkat. Ugyanúgy mondják az egyházatyák, ahogyan például a mi emlékezetünk nem hat a múltra. Tehát ugye emlékezek a dolgokra, tudom, hogy hogy történtek, de ezáltal a múltat nem változtatom meg, nem avatkozok be a múltba. A múlt az marad múlt, úgy, ahogy megtörtént. Ugyanúgy Istennek az ismerete, az nem determinálja, tehát nem határozza be, nem ugye teszi
ugye nem szabaddá, kényszerítő, tehát kényszerűvé az én tetteimet. Ez nagyon fontos, mert hogyha Isten kényszerítene minket is, nem adna nekünk szabadságot, akkor nem volna felelősségünk sem. Tehát ugye csak attól lehet számon kérni, hogy mit tett, csak azt lehet jutalmazni vagy büntetni, aki saját maga döntött is felelős a tetteért. Hát ezért mondja ugye Luther is a élete végén, hogy hát ő sokkal rosszabb lett most, sokkal bűnösebb, mint mielőtt ugye hát megvilágosodott volna, mert hiszen most már nem felelős a tetteért. Azt mondja, hát tulajdonképpen ugye ezt nem ő tette, hiszen nem, nincs szabad akarat. Tehát gyakorlatilag Istenre hárítja a bűnökért való felelősséget is. No, szóval azért eléggé nagy gubanc keletkezik, hogyha az ember egy picit is elvéti a mértéket ezekben a dolgokban. Na most ugye azt, hogy Isten előre tud mindent, például a Szentírásból is kiderül, János 6.65, azt mondja, Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki majd elárulja őt. Tehát amikor kiválasztotta Júdást az apostolok közé, ő pontosan tudta, hogy ez az az ember, aki engem elárul, és mégis kiválasztotta. Ugye, tehát micsoda egy misztérium. Vagy például ugye egy másik helyen azt mondja, hogy ő nem szorult rá arra, hogy fölvilágosítsák az emberek szívéről, mert nagyon jól tudta, hogy mi lakozik az emberben. Tehát nagyon jól tudta, és tudja az emberi szívek titkait. Igen, tehát ugye ez a kettő nagyon fontos, hogy Isten tudja ezeket a tetteket, de nem veszi el a szabadságunkat, nem korlátozza a szabadságunkat. Igen, aztán ugye egy másik dolog, hogy Isten ismeri a feltételes szabad jövő tetteket. Ugye mindig, amikor az ember történelmet tanul, akkor azt szokták ugye sokan abba a csapdába estek, hogy mi lett volna, ha? Találjuk ki, mi lett volna, ha megnyerjük a mohácsi csatát a török ellen. Mi lett volna, ha? Mit tudom én, nem történik Trianon. Mi lett volna, ha? Mit tudom én, király családban születek. Mi lett volna, ha engem választanak meg római pápának, ugye? És mindig azt mondják, ugye, hogy kérem szépen, hát ez tudománytalan. Tehát egy komoly ember nem megy ezekre a vizekre, mert a mi lett volna, ha, az nem tartozik az embernek a ugye, tudása és ismeretei közé, és biztos, hogy hát semmi okosat ebből nem fogunk kihozni. Na de Isten tudja, mi lett volna, ha. Tehát ő pontosan ugye előre meg tudja mondani a feltételes jövő tetteket. Ugye ezek a tettek nem, vagy ezek az események nem következnek be, de bekövetkezhettek volna, ha bizonyos feltételek teljesülnek. Ha többen vagyunk Mohácsnál, és minden időben ott van, és jobban megszervezik, akkor bizony azt a fránya törököt legyőzzük, és akkor Magyarország lehet, hogy ma egy világhatalom lenne. De nem ez történt, mert a föltételek nem teljesültek, ugye? Tehát ezeket a feltételes jövő tetteket úgy nevezi a skolasztikus teológia, hogy futuribilia, föltételes jövő tettek. Na most ugye, mivel hogy Isten ismeri ezeket a föltételes jövő tetteket, itt kapjuk meg a választ, hogy Isten miért nem hallgatja meg az összes imákat. Ugye az emberek is, és sokuknak ugye van, hogy annyit kértem, annyit imádkoztam, annyi kilencedet végeztem, annyit böjtöltem erre a szándékra, és nem, és nem, és nem, és nem. Nem teljesíti. Isten bezárta az ablakot? Bezárta a fülét, elfordította az arcát? Nem. Csak Isten ugye pontosan ismeri ezt, hogy mi lett volna, ha... Mi lett volna, ha ő pontosan úgy teljesíti a kérésemet, ahogy én azt szeretném, pontosan akkor adja meg azt, amit szeretné, és ő tudja, hogy lehet, hogy ez nem volna olyan jó, ahogy nekem tűnik. Tehát az összes lehetőség közül ő kiválasztja azt, ami a legjobb, mert ismeri a végső következményeket, a hatásait annak, amit én szeretnék, és ezért bizonyos dolgokat nem ad meg, mert jobban tudja, mint mi, hogy mi válik a javunkra. Tudja a föltételes jövő tetteket.
Vagy például ugye egy másik ilyen klasszikus, hogy mondjuk miért engedi meg az igazak halálát, esetleg korai halálát. Ugye Szent Imre herceg napján van az az olvasmány, a régi meg az új rítusban is, a bölcsesség könyvéből, hogy mivel kedves volt előtte, ezért hívta magához, nem akarta, hogy a világ megrontsa elméjét, ugye, hogy a gonoszság megrontsa elméjét, ezért hívta őt magához. Tehát nem büntetésből, szeretetből. Mert ugye Isten nem csak az e világi javunkat nézi, hanem elsősorban az ő célja, hogy az örök életbe boldogítson minket, és ennek érdekében nagyon sok mindent megenged, ami nekünk kellemetlen, ami nekünk terhes, ami nekünk kereszt, amit mi nem értünk, és nem is tudunk elfogadni sokszor, vagy csak nagyon nehezen. Tehát ő mindig azt nézi, hogy mi válna a javunkra. Ja Istenem, add, hogy megnyernem a lottót, add, hogy nem tudom hány milliárdot kapjak, de Isten lehet, hogy tudja, hogy én azt megnyerném, akkor mit tudom, én kábítószeres lennék, vagy valamilyen mafiás ügybe keverednék, és az egészet elverném ugye bűnökre, mindenféle hiú dolgokra, és így lehet, hogy a pénzt is elveszíteném, nagyon sok kárt okoznák másoknak, és az üdvösségem is oda lenne. Tehát Isten ezt nem akarja, és ezért nem akarja, hogy én azt megnyerjem. Vagy lehet, hogy azért nem akarja, mit tudom én, hogy hát valakiből pápa legyen, mert hát ő látja, hogy annak sokkal több negatív következménye lenne, mint pozitív, és akkor azt mondja, nem, te fiam, nem leszel az, tessék belegyugodni a helyzetbe, nem. Na, szóval ugye az ember el kell, hogy fogadja a maga korlátait, hogy én csak egy picike kis teremtmény vagyok, egy porszem, ő pedig maga a bölcsesség, maga a szeretet, maga ugye az atyai gondoskodás, tehát nyilvánvaló, hogy nem dacból, nem gonoszságból dönt úgy, ahogy dönt az Úristen, nem azért, hogy direkt kínozzon, és direkt nézze, hogy én hogy vergődöm, hanem a legnagyobb javamat keresi, és ezért enged meg bizonyos dolgokat, más dolgokat pedig nem enged meg. No, tehát mindebben a dologban ugye az Isten az ő bölcsessége vezeti. Igen, hol van ez, bocsánat? Ja. Igen, bölcsesség tehát. Tehát Isten öröktől fogva ismeri ezeket a szabad tetteket az ő bölcsességében. Na most ugye ebben a kérdésben, amit említettünk, hogy hogyan ugye viszonyul az Isten előre tudása és a mi szabad akaratunk és szabad döntéseink, három alapvető megoldás, kísérlet létezik a katolikus teológiában. Az első, Bellarmin Szent Róbert, ugye jezsuita bíboros és egyház atya megoldása. Hát egyébként ez a Bellarmin egy hatalmas zseni volt, ma ugye Szalézi Szent Ferencről tudni kell, hogy amikor ő elment a protestánsokat téríteni, két könyvet vitt magával, a Szentírást és Bellarmin Szent Róbertnek az egyik kézikönyvét. Tehát mindent próbáltak megcáfolni a kálvinisták, ezt az egy könyvet nem sikerült. Nem született rá választ, szó nélkül maradtak. Senki nem tudott rá bármit is mondani. Tehát zseniális, az Alácsi Ervin atya belőle írta a doktorátusát, Bellarmin krisztológiájából, és azt mondja, hogy tele van Rómában a Gregoriana Egyetem könyvtára érintetlen Bellarmin művekkel, akikkel senki nem foglalkozott, nem fordította le senki, tehát egy egész világ felfedezése vár Bellarmin műveiből. No, tehát ugye azt mondja Bellarmin Szent Róbert, hogy Isten, mivel hogy ő a teremtő, az emberi akarat teremtője, ezért tökéletesen ismeri a teremtmények akaratát, az akaratunk működését, és mivel hogy ismeri az okot, ezért ismeri az okozatot is. Tehát Isten úgy tudja, ugye, hogy mi fog történni, hogy ismeri a mi elménket, ismeri az akaratunkat, mert ő alkotta, tudja, hogy működünk. Na most itt megint ugye nincs elegendő magyarázat, hogy a szabad akaratunk akkor itt hogy illeszkedik ebbe bele. Következő magyarázat vagy próbálkozás egy tomista, tehát egy domonkos teológus, Bányez, 17. századi teológus, és ő azt mondja, hogy
Isten mindent előre elhatározott, és a teremtményeket ő mozgatja ezen elhatározások felé. Tehát ugye előre elhatározott, hogy mi lesz, hogy lesznek a dolgok, és a mi akaratunkat is, amit alkotott, ő mozgatja ezen ezek felé, az ő döntései felé. A szabad teremtményeket szabadságuk által mozgatja, a nem szabad teremtményeket, ugye állatokat, növényeket például, szükségszerűen, tehát nem szabadsággal mozgatja. Ez egy úgynevezett premóció fizikát, tehát egy fizikai beavatkozás, amikor ugye az akaratunkat befolyásolja, hogy afelé irányuljon, amit ő eleve elrendel. De itt megint csak egy kicsit, ugye, hát a mi szabad akaratunk szenved, ugye, csorbát. Tehát nincs eléggé figyelembe véve, hogy ebbe hogy illeszkedik bele a szabad akarat. Aztán van egy harmadik megoldás, ez a Molina nevezetű jezsuita teológus, megint csak 17. század, ez a molinizmus irányzata. Ő azt mondja, hogy Istennek van egy köztes tudása, scientia media, ami megelőzi Isten elhatározását. Na most Istenbe ugye nincs előbb vagy utóbb, először is másodjára. Tehát nem időben előzi meg, hanem formailag, fogalmilag Isten előzetesen ugye ismeri a döntésünket, és annak alapján hozza meg az ő döntéseit. Tehát ismeri a mi akarati állásfoglalásunkat, és az alapján, vagyis hát, hogy mondjam, idézőjelben az után hozza meg a döntését, hogy akkor mi lesz a sorsunk, mi fog történni velünk. Isten tudja, hogyan fog reagálni egy teremtmény minden lehetséges körülményre, minden lehetséges hatásra, és ő határozza meg, hogy a sok lehetőség közül mely körülmények fognak megvalósulni. Tehát Isten tudja, hogy mit tudom én, ha én megnyerném a lottó, ugye nyereményt, akkor hogyan reagálnék, és ugye hát tudja, hogy rosszul reagálnék, nem az üdvösségemre válnék, és akkor nem engedi, hogy ezek a körülmények valósuljanak meg, hanem más körülmények valósulnak meg, ahol én ugye másképp fogok reagálni. Tehát ilyen módon azt mondja, hogy Isten egy ilyen köztes tudással, tehát a körülményeket szelektálja, hogy mi fog megvalósulni. Hát ugye itt megint csak azért úgy tűnik, mintha Isten döntése, Isten akarata attól függne, hogy én hogy döntök. Tehát előzetesen kutatja az én döntésemet, előzetesen megvizsgálja az én ugye, reakcióimat, az én ugye, viszonyulásomat a dolgokhoz, és az alapján dönt. Hát ez egy kicsit ugye csorbát hagy az Isten minden hatóságán, minden tudásán. Ez se tökéletes megoldás. Tehát mit kell mondanunk megint csak, hogy hát ugye dadogunk az Isten színe előtt, és nem tudjuk ugye kimeríteni az ő bölcsességét. Minden esetre Isten gondolatait a teremtő bölcsessége irányítja, a bölcsesség határozza meg az ő akaratát, az ő tevékenységét minden olyan dologban, amit a világban művel, amit saját magán kívül művel. Most itt ugye bejön egy gondolat Szent Ágostontól, ugye tudjuk, hogy Szent Ágoston nem az arisztotelészi filozófia alapján állt, mint Szent Tamás és a skolasztika, hanem ugye ő platonista volt, tehát a platóni filozófiát követte, és a platóni filozófiának egy nagyon fontos része az ideákról szóló tanítás. Tehát, hogy minden olyan dolog, ami létezik a világban, vagy látható, annak van a szellemvilágban egy ideális etalonja, egy mintája. Tehát vannak örök ideák, amelyek ugye Istennel egyidősek, tehát Isten tudás, Isten tudatában öröktől fogva léteznek, és ugye hát ezek az ideák valósulnak meg. Hát ez nagyon érdekes, ugye, a mai embernek, aki nincs annyira napi kapcsolatban a platonizmussal, ez azért mondjuk nem annyira kézenfekvő, de abban a korban hát ez eléggé fontos volt, ez az ideákról szóló tanítás. Na most, amit ebből viszont leszűrhetünk, hogy Isten ugye ismeri a dolgokat, mielőtt azok lettek volna. Tehát Isten például minket is öröktől fogva ismer és elképzelt.
Tehát öröktől fogva pontosan tudja, hogy bármelyikünk a Földön egy bizonyos ponton meg fog jelenni, élni fog, meg fog halni, stb. Minden percünket öröktől fogva ismeri. A lényünknek minden részét. És ezért teremtett minket, mert öröktől fogva ismer, és öröktől fogva szeret, hozzáteszem. Ugye? Tehát nem azért ismer, mert megteremtett. Nem az van, hogy ugye, mert a szülők mit csinálnak például? Először ugye, hát a gyermeket ugye nemzik, megszülik a világra, de amikor ugye megtörténik a gyerek csúnyán oda létrehozása, tehát nemzése, nem tudják, hogy milyen lesz. Se, hogy fiú vagy lány, okos vagy buta, szép vagy csúnya, jó vagy rossz. Semmit nem tudnak róla, de azt mondják, hogy én elfogadom ezt a gyermeket, azt, akit az Isten nekem szán. És akkor, ahogy a gyermek megszületik, növekszik, szépen megismerik azt a gyereket, megszeretik, ugye, stb. De a, ugye, csak azután, miután már létrejött. Istennél fordítva van. Tehát ő nem kell, hogy először létrehozott valamit, és utána megismerje és megszeresse, hanem ő előbb ismeri és szereti, és utána hozza létre. Érthető? Valamelyest, ugye? Ez főleg a Mária ünnepek miséiben van egy ilyen olvasmány a bölcsesség könyvéből, hogy öröktől fogva teremtett engem az Isten. És ezt Máriára vonatkoztatja a liturgiánk, de nem úgy, mintha Mária mondjuk létezett volna, mielőtt ugye Szent Anna világra szülte volna őt. Nem. De Isten tudatában öröktől fogva létezett. Honnan tudjuk? Hát mit mond ugye a bűnbeesés után? Ugye, hogy ellenkezést teszek közted is az asszony közé, és ő széttiporja a fejedet, ugye. Tehát már az ő tudásában ott volt annak az asszonynak a képe, aki majd széttiporja a kígyónak a fejét. No, tehát ugye Istennek a bölcsessége az, ami mindent meghatároz, és hát például itt van olyan, hogy szabályozó bölcsesség, tehát ennek a világnak célt, rendet, törvényeket ad, hogy minden, amit Isten alkotott, elérhesse végső célját. Tehát Istennek az összes rendelése, a törvényei, az általa létrehozott rend arra való, hogy ugye segítse a teremtményeket, hogy elérhessék végső céljukat. És azért valljuk mi azt például, hogyha valaki, nehogy Isten elkározik, az sohasem lehet Isten számlájára írni. Senki sem mondja azt, hogy bocsánat, azért vagyok a pokolba, mert te nem adtál nekem elég kegyelmet, te vagy a hibás. Nem. Isten mindenkinek ad elég kegyelmet és segítséget az üdvösséghez. Ha nem sikerül, az csak annak a teremtménynek a bűne, annak az embernek a bűne. Tehát mindent megad neki. Hogy? A bűnnek is van egy csábítás. Igen, de ugye nem az Isten a felelős. Nagyon fontos. Tehát ő mindent megad, ami rajta múlik. Ez az ő szabályozó bölcsessége. Ezen kívül van a kormányozó bölcsessége, ugye, amivel az ő gondviselésével az egész világot kormányozza. És ugye azt mondja a bölcsesség könyve, ez egyébként Adventben az első óantifóna, amit kezdünk ugye énekelni a Zsolosmában december 17-én, hogy ő bölcsesség, amely ugye az Isten örökkévaló szájából származol, és elérsz a világ egyik végétől a másikig, és mindent elrendezel bölcsességben is kedvesen. Tehát ugye Isten bölcsesség az egész világot átfogja, és minden kedvesen, és ugye okosan elrendez. No, tehát az Isten tudásáról röviden annyi. Nézzük az Isten akaratát. Az Isten akarata először is végtelen, ez az első dogma, és az Isten akarata végtelenül szabad is. No igen, tehát miből tudjuk ezt? Hát nekünk ugye véges teremtményeknek van szintén akaratunk, ez az akarat véges, ugye, de mégiscsak szabad akaratunk van. Hát hogy ne lenne szabad akarata annak, aki minket így megalkotott? Ezen kívül például az, hogy Isten, az hogy ugye, hát Istennek van tökéletes végtelen akarata, ez az úgynevezett kategórikus imperatívusból is származik. Tehát ugye minden ember, aki normális, tehát pszichikailag épp, azért a lelke mélyén tapasztal egy parancsot.
Tedd a jót, kerüld a rosszat. Ugye tehát ez a lelkiismeretben is megjelenik, de szóval ez egy alapvető, a pogány is, bárki, aki az emberi fajhoz tartozik, érzi ezt a parancsot, hogy tedd a jót és kerüld a rosszat. Honnan van ez a parancs? Egy akaratból, egy fölső akarat helyezte ezt belénk, és ugye, tehát ez is bizonyítja azt, hogy egy olyan külső akarat van bennünk, ami nem tőlünk származik. Tehát Istentől, a végtelen akarattól. Na most milyen ez az Isten akarata? Hát ugye az Isten akarata a végső alapja a világ rendjének. Tehát azt mondja a 134. Zsoltár, mindent, amit akart, Isten megcselekedett az égben is, a földön, a tengerben is, annak mélységeiben. Tehát mindent, amit akart, megtett. Isten akarata az erkölcsiségnek is a végső normája. Tehát azok a dolgok a jók, amiket Isten akar, és azok a dolgok a rosszak erkölcsileg, amiket Isten nem akar. Isten akarata szabad, majd meglátjuk, hogy milyen értelemben szabad, de mi semmiképpen sem gondoljuk azt, ugye, például az ókori rómaiak mit gondoltak, hogy mindent a vak sors irányít, a fátum. Még az isteneknek ugye életét is meghatározza a sors. És ugye hát egy csomó görög dráma például erről szól, hogy a sors ellen nem lehet semmit tenni. Ugye a sors az embert oda dobálja, ova akarja. Most az Isten nem egy ilyen, ő nincs alávetve a sorsnak, és ő maga sem ilyen végzett, hanem az ő akarata szabad, ugye. Tehát ellen mondunk ennek a fatalizmusnak, ami ugye a végzetnek tulajdonít végső ugye értéket. Egyébként például az iszlám is egy kicsit ilyen, hogy hát ez a végzet, ez a sors. Azt mondják, ugye én nem voltam, de mondják, akik ott voltak, hogy az iszlám országokban, ugye például megkérdezték, hogy hát mit tudom én, miért nem néz a muszlim hívő jobbra-balra, amikor átmegy az úton. Hát azt mondja, ha Allah úgy döntött, hogy elüt az autó, akkor úgyse tehetettek semmit ellen, akkor mit nézzek jobbra-balra? Ha úgy dönt, hogy én átmehetek sértetlenül, akkor úgyis át fogok menni. Tehát minden előre el van határozva, a sors meg van írva, azt nem tudom semmiképpen megmásítani. No, mi nem ezt valljuk az Isten akaratáról. Na most hasonlóképpen a tudáshoz Isten akarata tiszta aktus, tehát ugye benne minden akarás egyszerre megvan a jelenben, tehát nem az van, hogy tegnap ezt akarta az Isten, de most megváltoztatta az akaratát. Nem ilyen szeszélyes, hogy változik az akarata. Öröktől fogva mindent elhatározott is benne, az összes akarati tett az egyszerre megvan. Ezek tehát teljesen aktuálisak, önmagától valók, tehát szubszisztensek, tehát ugye nem más által, önmagában az Isten lényegéből fakadnak ezek az akarati döntések, és minden Istentől kívülálló dologtól függetlenek az Isten akarati döntései. Tehát őt nem lehet befolyásolni. Ugye nagyon sokan ezt félreértik például az imádságban, hogy azért imádkozom, hogy rábeszéljem az Istent, hogy változtasson az ő döntését. És akkor ugye, hogyha eléggé unalmas leszek, és eléggé kitartó, akkor Isten belefárad, és majd azt mondja, hogy na jó, üsse kavics, legyen, csak hagyd már abba, idegeimre mész. Na nem így van, ezt a pogányok gondolták így az istenekről, volt egy ilyen mondás is, hogy fatigare deum, hogy elfárasztani az Isten, és majd rábólint, mint az igazságtalan bíró, ugye, hogy azért szolgáltatott igazságot az özvegynek, mert nagyon rámenős volt, és szabadulni tőle. Hát Isten nem igazságtalan bíró, nem ilyen. Tehát, de azt se gondoljuk, hogy az imáink őt meg tudják változtatni. Nem. Tehát Isten öröktől fogva elhatározta, imádkozni pedig nem miatta kell, hanem miattunk, hogy mi legyünk képesek felfogni és elfogadni az ő akaratát. Tehát, hogy mi nőjünk föl a vele való partnerséghez, barátsághoz, hogy az ő gyermekei legyünk. Tehát Istennek nincs szüksége a mi imáinkra, és nem is tudjuk őt kimozdítani ugye, a döntéseiből az imáink által. Tehát ezt ne ringassuk magunkat ilyen illúziókba. Na most ugye az Istenben nincs
megkívánó, úgynevezett megkívánó akarat, tehát ugye, hogy ő valamit nagyon szeretne, amit nem tud megkapni. Tehát nincs ilyen, hanem milyen. Csak jó akaratú akarat és szeretet van. Tehát ő maga a szeretet, ő maga végtelenül boldog, nem szorul rá senkire. Hogy miért végtelenül boldog az Isten, annak ellenére, hogy mennyi gonoszság van a világban, ezt majd meglátjuk a Szent Háromságtannál, mert Isten ugye nincs egyedül, tehát három személynek a tökéletes szeretet, ugye kommunikációja, és ez teszi Istent végtelenül boldoggá, és ez az ő végtelen boldogsága, szeretete kicsordul. Tehát ez az ő jó akaratú, benevolens szeretete, egy latin kifejezéssel. Ugye, tehát neki csak ilyen akarata van, nincs kívánó akarata. Tehát, hogy vaj, bárcsak történne valami, ilyen akarata nincs, hanem egyszerűen ugye kicsordul az ő teljes jó akarata. No, tehát Istennek idézőjelben beszélhetünk az érzéseiről, tehát az egyetlen érzés, ami Istenben van, ez az ő akaratával kapcsolatos, ez a szeretet. Tehát Isten csak szeretni tud, ahogy mondja az első János 4:8, hogy Isten maga a szeretet, és ez a szeretet azonos Isten lényegével. Igen, tehát Isten ugye nem gyűlöl senkit, azt mondja, ugye a bölcsesség könyve 11:25, hogy te szeretsz mindent, ami van, nem gyűlölsz egyetlen egy dolgot sem, amit alkottál. Isten a sátánt sem gyűlöli, mert ő alkotta. Tehát a sátánt is szereti, csak ugye sátán ezt a szeretetet elutasítja, és ez teszi őt végtelenül boldogtalanná. Tehát a másik érzelmek, mint például a vágyakozás, a szomorúság, a remény, a harag, azok ugye Istennek csak ilyen átvitt értelembe tulajdoníthatók. Ugye a Biblia beszél ilyenről, hogy Isten valamire vágyakozik, valamit remél, haragszik például, vagy szomorú, ugye, de ez ugye úgynevezett antropomorfizmus, tehát az emberekre vonatkozó fogalmakat rávetítjük az Istenre. Tehát ilyen nincs az Istenben. Az, amit Isten haragjának mond a Szentírás, és sokszor beszél erről, az tulajdonképpen az ő büntető igazságosságát jelenti. Tehát ott, ahol Isten szeretete ellenállásba ütközik, az ember szabad akarata ellenáll, ott ugye ez a szeretet egyfajta haragként csapódik le. Tehát tulajdonképpen azt szokták mondani, hogy az a tűz is, ami a pokolban égeti a kározottakat, az tulajdonképpen Isten szeretetének a tüze, hogy ő végtelenül szereti őket, de azok elutasítják. Az elutasított szeretet az borzasztóan, felfoghatatlanul fáj, fájdalmat okoz. Tehát ugye büntetésként csapódik le az ő elutasított szeretete. De Istentől csak tiszta szeretet jöhet ki. Semmi más érzési, semmi más ugye indulat. No, az isteni akarat tárgya, ugye mire irányul az Isten akarata? Elsősorban ugye, és formálisan ő maga, tehát ő, vagy mondhatjuk úgy, hogy Isten elsősorban kit szeret? Önmagát. De ez nem egy önzés, hanem ez egy szükségszerű dolog, hiszen Isten a legnagyobb jó. Ugye a legfőbb jó, és ezért az ő szeretete, hát a legnagyobb jóként önmagára irányul mindenek előtt. Azért ne feledjük, hogy az emberi szinten is, aki önmagát nem szereti, az a másikat se szereti. Ugye azért mondja a parancs, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Tehát az a mérce, hogyha magamat gyűlölöm, hogyha magamat tönkreteszem, akkor bűnt követek el. Tehát magamat kell először szeretni, hogy a másikat szeretesem. Isten is így tudja szeretni az összes többi teremtményt, hogy először önmagát szereti, ahogyan először önmagát ismeri. Másodlagos materiális tárgyai a szeretetének a teremtmények, mégpedig minden teremtmény maradéktalanul. Isten mindenkit egyformán szeret? Igen, mindenkit egyformán szeret a maga részéről, objektív módon, de a teremtmények különböző mértékben részesülnek a szeretetben. Annyira részesülnek az ő szeretetében, amennyiben
részesülnek végtelen tökéletességében is, és amennyiben Istenben van a végső céljuk. Tehát ugye az, akiben nagyobb a tökéletesség, aki közelebb van Istenhez, az jobban tudja befogadni, érzékelni Isten szeretetét. Tehát ilyen módon, szubjektív módon mondhatjuk, hogy ugye a jót jobban szereti az Isten, mint a rosszat. De nem azért, mert Isten durcáskodik, hogy mondjam, és csökkenti a szeretetét, hanem azért, mert az, aki rossz, bezárja a szívét, elfordul Istentől, nem tudja úgy befogadni, és úgy ugye magába szívni az Isten szeretetét. Ugye nem arról van szó, hogy légy jó, mert csak úgy fog szeretni a Jézuska, tehát nem így van. A Jézuska így is szeret, úgy is szeret, csak az a baj, hogy nekünk is meg kell tenni, mert a szeretet az ugye mindig adás és befogadás, tehát két oldal kell hozzá, hogyha nincs ugye befogadókészség, akkor azt mondja Isten, hogy az ön készülékében van a baj, én küldöm az adást, de ön nem fogadja ezt be, ugye. Egyébként, hogy Isten mindent szeret maradéktalanul, ezt a Bölcsesség könyve 11-25 mondja, hogy te szeretsz mindent, ami létezik, és nem gyűlöl semmit sem azok közül, amiket alkottál. Igen, na most ugye a Isten ugye tőlünk nem kap semmit a szeretetben, tehát ugye nem azért szeret minket, hogy valamit kapjon, hogy viszont szeressük őt, hanem ő csak adni képes a maga végtelen gazdagságából. Tehát az ő szeretete abszolút önzetlen, ő semmit nem kap viszonzásul tőlünk, ami neki ne lenne már meg. Ugye, mert ő szent háromság, ne felejtjük el. Tehát a tökéletes szeretetet megkapja a fiútól az atya, és a fiú az atyától a Szentlélekben. Tehát ugye Isten akkor is tökéletesen boldog lenne a szeretetben, hogyha mindenki elfordulna tőle, hogyha mindenki őt gyűlölné, hogyha mindenki bűnös lenne, vagy hogyha semmi se létezne rajta kívül. Csak ugye, hát ő azt akarta maga végtelen jóságában, hogy az ő szeretete kiáradjon mindenkire, tehát de ő csak adni tud. Nem motiválja őt a teremtmény jósága, hanem a szeretete okozza a mi jóságunkat. Tehát megint csak nem azért szeret a Jézuska, mert jó vagyok, de azért tudok jó lenni, mert ő szeret engem. És én ezt felfogom, én ezt befogadom, és utána ezt a szeretetet tovább sugározom. Ugye, tehát nagyon fontos a sorrend, hogy először szeret, és utána leszek én ettől jó. Szeretete okozza jóságunkat, és nem jósága okozza az ő szeretetét. Igen, jó. Ezzel a szeretettel, vagy Isten akaratával és szeretetével milyen kapcsolatban van a rossz? Ugye, de nézzük, hogy milyen rosszról lehet itt szó. Hát lehet szó fizikai rosszról. Ugye, tehát a fizikai rossz, mint amilyen a betegség, a halál, a szenvedés például. Na most ezeket ugye, ezeket Isten nem önmagában akarja. Ugye amikor Isten megteremtette a világot, akkor nem akarta a teremtmények halálát. Nem önmagáért kívánja a rosszat, a szenvedést, a betegséget, a halált, csak mint eszközt egy nagyobb fizikai vagy morális jó eléréséért. Megint csak Bölcsesség könyve 1.13, Isten nem teremtette a halált, nem leli örömét az élőknek a pusztulásában, hiszen mindent azért teremtett, hogy legyen. Tehát ő csak azért engedi meg a fizikai rosszat, hogy eszköz legyen valamilyen nagyobb jó, például az erkölcsi tökéletesedés, vagy az életszentség növekedése, vagy az örök üdvösség elérésében. Igen, szóval néha tapasztaljuk azt, hogy valaki például a csapások súlya alatt tér meg. Ugye, tehát hány szent volt, aki megbetegedett, valamilyen rettenetes tragédia érte, és akkor ugye szállt magába, akkor rendült meg annyira, hogy Isten felé fordult, és szakította a bűneivel. Tehát Isten ezt azért engedte meg nyilván, hogy ez a nagyobb jó belőle származhasson. Igen. Ebből az értelemben mondhatjuk a példabeszédek könyvében 11-14-ben, hogy Isten
a jó dolgok is a rosszak, az élet meg a halál, a szegénység is a gazdagság, mind Istentől vannak. Mert Isten ezeket megengedi, de ugye soha nem a mi bosszantásunkra vagy kínzásunkra, hanem csak is a fejlődésünkre és a javunkra. De miért engedi meg az Isten az erkölcsi rosszat, vagyis a bűnt? Semmi módon nem akarja a bűnt, tehát nem pozitíve nem akarja a bűnt, nem ő alkotta a bűnt, hanem csak megengedi. De miért? Azért, mert tiszteli az ember szabadságát, és mert még a rosszból is tud jót kihozni. Tehát ugye ez az örök dilemma, ugye, ami miatt sokan ateisták lesznek, vagy legalábbis erre hivatkoznak, hogy én azért nem tudok hinni az Istenben, mert ha Isten lenne, és ha Isten jó volna, és ha Isten mindenható volna, nem engedni ezt a sok gonoszságot a világban. Vagy mások azt mondják, hogy nem engedni meg az ártatlanok szenvedését. Ugye ez egy örök érv az Isten léte ellen. Isten miért engedi meg a rosszat? Azért, mert ugye nem akarja, hogy robotok legyünk, akik ugye gomnyomásra engedelmeskednek, mert nincs más választásuk. Tehát ugye az állatok azok nem rendelkeznek szabad akarattal. A fecske nem dönthet úgy, hogy hát jó van itt az ősz, de hát nem megyek most. Hát uncsi ez az utazás, minden évben olyan macerás, itt maradok. Nem perdi meg. Mert ő neki nincs szabad akarata, ő automataként, mint egy robotként engedelmeskedik. Nincs más választás. De hát ugye egy fecske azért nem rendeltetett az örök életre, meg a szeretetre. Az ember ahhoz, hogy ugye Istennek gyermeke legyen, hogy az örök életben partnere legyen, ehhez kell a szabad akarat. És a szabad akarat pedig szükségszerűen azzal jár, hogy lehet az eredménye elfogadás, pozitív, vagy lehet az eredménye elutasítás, egy negatív válasz. Ugye hát én mindig mondom jegyes oktatáskor, hogyha most valaki a szerelmét oda kötözi a radiátorhoz, és azt mondja, hogy addig nem szabadulsz innen, amíg szerelmet nem vallasz nekem egy örök életre, mikor lesz ebből szerelem? Megsugom soha. A legnagyobb gyűlölet lesz belőle, és a legnagyobb ugye utálat egy örök életre. Tehát mindenki, aki volt szerelmes, tudja, hogy ebben van az egésznek az érdekessége, meg a sok fájdalom is, ami vele kapcsolatos, hogy én ugye léptem feléje, megvallottam az érzéseimet, de vajon mit fog válaszolni? Mert azt is mondhatja, hogy bocsi, egyirányú ez a szeretet, én nem így érzek irántad, én nem ezt gondolom. Hát ez rettentően fájdalmas, bele lehet pusztulni, de ha ezt nem engedjük meg, akkor nincs szerelem. Nincs kapcsolat, nem lehet. Istennel se lehet kapcsolat úgy, hogy nem mondhat az ember nemet. És mivel az ember mondhat nemet, ezért sajnos ugye megjelenik a bűn, megjelenik az erkölcsi rossz. De hát ugye ebben van az Istennek a nagyszerűsége és mindenhatósága, hogy még a bűnből is tud jót kihozni. Ugye mit csinált Saul, mielőtt Pál apostol lett volna? Gyűlölte Krisztust, gyűlölte a keresztényeket, ő volt a fölbújtó, amikor az első vértanút István megkövezték. Erkölcsi rosszat követett el? Bizony, nagy bűnös volt. Miért engedte meg ezt az Isten? Azért, hogy ott a damaszkuszi úton majd megtérjen, és majd azt mondja, hogy én vagyok az utolsó az apostolok között, a legkisebb közülük, mert gyűlöltem Isten egyházát, de Isten megkegyelmezett rajtam. Az ő kegyelméből vagyok az, aki vagyok. Ugye, tehát ugye megtapasztalta, hogy Isten engem előbb szeretett, még akkor szeretett, amikor én még gyűlöltem őt, amikor én még bűnös voltam. Tehát ugye ezt nem tapasztalta volna meg, hogyha nem lett volna ugye üldözője az egyháznak. Nagyon sokan azt mondják ugye, hogy na most a bűneink is hogy válhatnak végül, végső soron a javunkra. Hát például most mondjuk képzeljünk el egy képzeletbeli zsinort, ami összeköt minket az Istennel. És mi ezt a bűnnel, ezt a zsinort elvágjuk. Megszakad a kapcsolat, de utána megtérünk, megkötjük a zsinort, és ugye ezáltal rövidebbé válik a zsinor, és közelebb kerül az Isten. Tehát közelebb kerülünk hozzá. Mondjuk ez egy ilyen banális, kicsit butuska példa, de hát mondhatjuk így, ugye, hogy mit mond a házasság körül az, vagy ugye a bűnös életű asszonynak a
az Úr, hogy sok bűne megbocsájtatott, mert nagyon szeretett, ugye. Tehát lehet, hogy ne, ha nem olyan bűnös asszony, lehet, hogy a szeretet se hágott volna föl benne akkora, ugye, magaslatra, mert hiszen megtapasztalta, hogy Isten őt ingyen szereti a bűnei ellenére, és a bűnei közepette, és ez adott erőt, hogy kiemelkedjen az erkölcsi fertőből. Igen, tehát Isten, amikor megbocsájt, megmutatja az ő irgalmát, amikor büntet, akkor megmutatja az ő igazságosságát. Igen. Tehát ugye ez nagyon fontos, azért én hozzátenném, hogy Isten, amikor büntet, még akkor is a szeretetét mutatja meg, mert ugye hát ezáltal figyelmeztet, ezáltal ugye mondja azt, hogy tér észhez, amíg nem késő. Tehát szeretetből büntet, és még a kározat is, ahol ugye nincs, ami végleges, ami ugye nem figyelmeztető, hanem tényleg végleges, megtorló büntetés, még ott is ugye tulajdonképpen, ha Isten nem büntetné a rosszat, akkor tényleg volna benne szeretet? Akkor a jókkal jót tenne ezáltal, ha nem büntetné a rosszat? Én mindig azért azt mondom tanárként, hogy most képzeljük el, hogy én most függetlenül attól, hogy a fele osztály nem tanult, és semmit nem csinált egész fél évben, mindenkinek ötöst adnék egyformán. Igazságos volna? Ez szeretett volna? Mert akkor mit szólnának azok, akik tanultak és dolgoztak? Azt mondanák, hogy akkor hiába próbálkoztam, akkor nincs értelme az egésznek, akkor hagyjuk ott az egészet, mert hiszen nincs tétje a dolognak, ugye. Tehát a törvény is, hogy képzeljük el, hogyha mondjuk a gyilkos is, meg a rabló, meg a terrorista is, mit tudom én, kapna egy prémiumot a fizetése mellé. Hát nagyon sokszor sajnos a jogrendszerünk olyan, hogy a bűnöst jutalmazza és az áldozatot bünteti, stb. De ez a legmagasabb szeretetlenség és igazságtalanság, mert kitolok bocsánat azokkal, akik jók, akik törvénykövetők, törvénytisztelők, akikben van igazságérzet és szeretet is, és tapintat a másik felé. Tehát muszáj, az igazságosság hozzátartozik az irgalomhoz is, a szeretethez. No, aztán ugye az, hogy tehát Isten, tehát ki az Isten ugye szeretetén, illetve hogy az Isten szeretetének és akaratának a tulajdonságai, Isten önmagát szükségszerűen szereti, nem tehetné meg, hogy nem szeresse magát, másokat pedig szabad döntéssel szereti. Isten szabadsága azonban, ugye, és ez nagyon fontos ez a mozzanat, hogy ugye nagyon sokan a szabadságban csak azt látják, hogy dönthetek jó és rossz mellett. Tehát ugye vétkezhetek, vagy jót tehetek. Na most Istenben nyilván azért ilyen szabadság nincsen. Tehát Isten nem szabad arra, hogy rosszat tegyen. Isten nem követhet el bűnt. Ilyen szabadság nincs benne. Nincs döntési szabadság, de ez a szabadságnak a legalacsonyabb, legprimitívebb szintje. Hanem benne ugye olyan szabadság van, hogy dönthet a jó mellett, a legfőbb jó mellett. Tehát az a szabadság, amikor engem semmi sem akadályoz abban, hogy a legfőbb jót válasszam. Tehát nincs bennem semmilyen gát, ami miatt nem tudom elérni azt a jót. Meg tudom tenni. Isten tehát szabadon dönt a legfőbb jó mellett, önmaga mellett, és ezen kívül pedig Istenben olyan szabadság van, hogy dönthet cselekvés és nem cselekvés között. Megteszek valamit, vagy nem teszek meg, illetve a különböző ugye lehetőségek között dönt. Természetesen csak a jó és a logikus dolgok között dönthet, ugye. Tehát ezek már előfordult egy más témában, hogy Isten például, mit tudom én, a gyilkosságot jónak nyilváníthatja-e? Nem. Nem, azért, mert az ugye ellentétben állna az ő szentségével. Isten például teremthet-e négyszögletes kört? Nem, mert az a logika ellen van, Isten végtelen bölcsesség. Tehát a körnek az a definíciója, hogy nem négyszögletes, hanem a peremnek minden pontja egyforma távolságra van a központtól, ugye.
Isten teremthet-e olyan nehéz követ, amit nem tud fölemelni? Ugye ezek a tipikus ilyen filozófiai deugrató kérések. Nem, mert ez nem logikus. Ez ellentmond a világ értelmes rendjének. Isten például megteheti azt, hogy ne legyen Isten. Nem teheti meg, mert ez ellentmond az Isten lényegének, lényének, definíciójának. Tehát ugye Isten az erkölcsileg jó, a logikus, a lehetőségek közül dönthet, ugye, amellett a lehetőség miatt, ami neki tetszik. Ugye, aztán igen. Tehát semmi olyan nem lehet az Isten mindenhatósága, tehát az akaratának a végtelensége, abban áll, hogy megtehet mindent, amit akar, de nem tehet olyant, amit ellent mond Isten lényegével és alapvető tulajdonságaival. Isten például szabadon választotta ezt a világot, és nem egy másfajta világot. Ugye, tehát ő megtehette volna például, hogy egy olyan világot teremt, ahol a gravitáció törvénye az fölfelé hat. Elengedem ezt a sapkát, nem lefelé megy, hanem fölfelé. Megtehette volna. Megtehette volna, mit tudom én azt, hogy hát a, mit tudom én, az ember számára ne az oxigén legyen az alapvető létföltétel, hanem mit tudom én, a cián például. Megtehetné, de nem ilyen világot teremtett. Szabadon választotta az összes lehetséges világ közül ezt a világot. És ez azt jelenti, hogy valami miatt ez volt a legjobb. Tehát minden más rosszabb lenne, minden más opció. És ez egy nagy bizalomra ad okot nekünk a gondviselés iránt, hogy bárhogy máshogy történnének a dolgok, az csak rosszabb lenne. Ugye, hát, na, szóval egy kicsit elvont gondolkodás, de fontos azért ezeket úgy egyszer átgondolni. Jó. Isten egyébként, tehát az ő mindenhatóságából ered az, ugye, hogy ő az legfőbb úr, Isten az ég is földnek az ura. Joga van uralkodni minden teremtményen, az egész teremtett világon, az egész univerzumon, és minden teremtett dolgon, és joga van megkövetelni tőlünk az engedelmességet. Tehát neki legfőbb tulajdonjoga és rendelkezési joga van fölöttünk, minden teremtménye fölött, és joga van megkövetelni a teremtményeitől a feltétlen engedelmességet. Ugye csak neki van erre joga, de neki joga van. Milyen jogcímen követelheti ezt meg, mert ő teremtett, tehát nélküle nem léteznénk, és hogyha nem akarna, hogy legyünk, a következő pillanatban megsemmisülnénk. Tehát ő akarata, szeretete tart fenn minket életünknek minden pillanatában. És a másik pedig a megváltás művén megszerzett minket fiának a vérén, tehát ezért van abszolút uralmi joga felettünk, és az egész ég is a föld fölött. Ugye ez nagyon sokszor probléma, hogy az emberek nem értik, hogy minek kell misére menni, minek kell imádkozni, minek kell az Isten törvényeit betartani. Azért, mert teremtmények vagyunk. Mert van egy urunk, van egy alkotónk, van egy megváltónk, nem mi alkottunk magunkat, hanem az ő műve vagyunk, tehát nekünk teremtményi kötelességünk megadni az Istennek a legfőbb imádást, hódolatot, ami őt illeti. Tehát gyakorlatilag ugye, ha ezt valaki nem teszi meg, akkor a legalapvetőbb első kötelességét nem teljesíti. A Jónás során rengetegen vannak, akik azzal kezdik, hogy az embertársaikkal milyennek voltak, milyen bűnöket követtek el, és az Isten iránti kötelességek, mintha nem is léteznének. Esetleg a végén úgy zárójelbe függelékbe, lábjegyzetbe megemlíti, hogy hát amúgy nem nagyon szoktam imádkozni, meg misén is 2 éve voltam utoljára, de hát ugye hát amúgy próbálok mindenkivel rendes lenni, hát ugye alapvetően rendes ember vagyok. Hát de nem adtad meg a legfontosabb kötelességedet, nem tetted meg, a te teremtőd felé. Az az első. Nem véletlenül, hogy 10 parancs azzal kezdődik, hogy én vagyok a te Urad Istened. Uradat Istened, imád! Isten nevét hiába neved, az Úr napját szenteld meg. Tehát az Úrnak kell először megadni, ami őt illeti, és utána az embereknek. No, és akkor még az Isten akaratából
következik a két ugye alapvető tulajdonsága, az ő igazságossága és irgalma. Hát ez a kettő, amit szintén úgy emberileg elég nehéz összeegyeztetni, hogyha irgalmas, akkor miért nem üríti ki a poklot, meg miért bünteti a bűnöst, hogyha igazságos, akkor pedig miért bocsájt meg, stb. Miért ad egy új lehetőséget. Tehát az ember azt valahogy ellentétesnek látja. Ugye most egy tanár az, ha irgalmas, akkor nem igazságos, ha igazságos, akkor nem irgalmas, mindenkit fejbe kólint is, megbuktat, stb. Na, tehát Istennél azért ezek tökéletesen megférnek egymás mellett. Hogyan? Nézzük először az igazságosságot. Egy klasszikus ugye meghatározása Ulpianustól ered, hogy mi az igazságosság. Állandó és folyamatos akarat mindenkinek megadni, ami őt megilleti. Tehát mindenkinek megadom azt, ami őt megilleti. Ez is a liberális világ egyik alapvető tévedés, hogy azt mondja, hogy az igazságosság az, hogy mindenkinek ugyanazt megadom, egyformán. Erre van a klasszikus válasz, hogy nem adhatom meg ugyanazt az egérnek is az elefántnak, mert az egyiknek nem lesz elég, a másikat pedig nagyon nyomja. Tehát ugye, bocsánat, mindenkinek azt kell megadni, ami neki jár, ami neki megfelel. Ugye, vagy képzeljük el, hogyha mondjuk az összes rokonunknak és családtagunknak ugyanazt az ajándékot vennénk meg karácsonykor. És például, mit tudom én, a nagypapám is megkapná a legfrissebb, mit tudom én, kézi munkázó szettet, amit a nagymamámnak szántam. És a nagymama pedig megkapja a legújabb fúrógépet, mit tudom én, amit egy másik férfi rokonamnak szánt. Ugyanazt megadtam, bocsi, teljesítettem a rokoni és családi kötelességemet. Nem, hát tessék megnézni, hogy az a nagymama minek örülne, hogy mit szeret, mi az, ami őt kiteljesíti. És akkor azt ad meg neki, ami neki jár, ami az ő természetének megfelel. No hát Isten olyan, aki mindenkinek pontosan megadja azt, ami neki jár. Ugye, tehát Isten egyébként a legfőbb norma. Ő a legfőbb törvény, ugye? Tehát nincs semmi fölötte levő törvény, ami őt bármire kötelezné, de ugye Isten a lényegéből fakadóan igazságos. Milyen fajta igazságosságok vannak? Justitia legalis, a törvényes igazságosság, ami ugye megszabja, hogy az egyén mivel tartozik a közösségnek. Ugye, tehát az, hogy például adót fizessek, azt, hogy betartsam a polgári törvényeket, mondjuk a közlekedésben, stb. Tehát ezzel tartozom én, mint egyén a közösségnek. Na most Isten ebben az értelemben a törvényes igazságosságot betartja, hiszen ő ugye a teremtményeket mind a közös jóra irányítja, és mindent megad nekik, ami kell ahhoz, ugye, hogy ők elérjék ezt a közös jót. Aztán ugye a justitia commutativa, vagyis ugye az az igazságosság, ami az egyének közötti viszonyt szabályozza. Hát ugye, tehát hogy egymásnak mivel tartozunk. Na most ez Istenben nincsen, mert Isten és az ember nem egyenrangú partnerek. Tehát nem bratyizhatunk az Istennel. Nem mondhatjuk azt, hogy én neked megadtam 10 rózsafűzét, 3 szentmisét is böjtöltem, és ennyi napig, tehát te köteles vagy nekem ezért megadni ezt is, ezt is, ezt, amit a listán felsoroltam. Nem. Tehát ilyen kölcsönösség nincs, mert ő az Isten, én az ember, ő a teremtő, én a teremtménye. Tehát ilyen kölcsönösség nem létezik. Isten nekünk semmivel nem tartozik, mi Istennek mindennel tartozunk. A következő a justitia distributiva, az osztó igazságosság, tehát a közösség mivel tartozik az egyénnek. Hát ugye mondjuk, hogy Isten mivel, tehát ugye ebben az értelemben, ez kicsit átvitt értelemben, tehát Isten minden szükségeset megad teremtményeinek. Tehát, hogy az előbb is mondtuk, hogy nem hiányzik a kegyelem az üdvösséghez, nem hiányzik semmi sem, ami ugye kell ahhoz, hogy elérjük a célunkat, amire szükségünk van az örök életre. Aztán ugye van egy úgynevezett jutalmazó szeretet, justitia remunerativa, Isten a jót megjutalmazza. Tehát minden imádság, minden türelemmel viselt kereszt, minden
ugye jó szándék, minden jó cselekedet, minden Isten szívébe be van vésve, Isten tudatába ott van, és mindent megjutalmaz, mégpedig sokszorosan, érdemeink felül. Ugyanakkor ott van a justícia vindikatíva, a megtorló igazságosság, hogy a rosszat megbünteti. És amikor az Isten a rosszat megbünteti, ez nem csak nevelési eszköz, tehát nem csak nevelni akar, hogy máskor ne tedd, mert még rosszabbul jársz, hanem ugyanakkor, amikor Isten megbüntet, akkor ezáltal fizetünk Isten megbántásáért, és az erkölcsi rendet ezáltal állítjuk helyre. Tehát ugye a mai bűnös ember nem érti azt, hogy neki fizetnie kell a bűneiért. Tehát azért, hogy én halálos bűnök tömegét követtem el hosszú időn keresztül, azért nem lehet egy miatyánk is egy üdvöz légy a méltó elégtétel. Nagyon sokan ezt várják, hogy akkor legyen irgalmas a pap, meg Isten is irgalmas. Nem. Tehát minél nagyobb a bűn, minél nagyobb a kár, amit okoztam, a botrány, amit okoztam, és minél inkább megsértettem az Isten, annál jobban kell nekem ugye gürcölnöm, és remondanom, és ugye szenvednem, hogy ezt jóvá tegyem. Tehát kárpótlás Isten megbántásáért, és az erkölcsi rend helyreállítása. Hát természetesen ezt a kárpótlást ember nem tudja megfelelően megtenni, ezért is volt szükség többek között Isten fiának a kereszthalálára, szenvedésére, hogy kárpótlást adjon az összes ember összes bűnéért, ugye, hogy ezáltal a Isten megsértése kiengesztelődjék, és a ugye, sérült erkölcsi rend helyre álljon. Mindemellett azért azt se szabad elfelejteni, hogy Istennek joga van elégtétel nélkül is elengedni a büntetést. Tehát Isten ezt megteheti szabad, szuverén döntéssel, hogy enyhítem a vezeklést, enyhítem a szükséges kárpótlás mértékét, vagy teljesen elengedem. Honnan tudjuk? Jobblator. Ugye, gyilkolt, rabolt, stb. Mit mondott neki az Úr Jézus? Csak azért, mert azt mondta, hogy emlékezzél meg rólam, amikor eljössz országodba. Mi a válasz? Még ma velem leszel a paradicsomba. Tehát nem ment a tisztító tűzbe, azonnal a mennybe ment. Az egyetlen szent, aki nem ment a tisztító tűzbe szerint. Nem, ugye a szentek azok, tehát eleve csak azok lehetnek, akik tisztító tűz nélkül a szent. Jó, előbb-utóbb azért, aki kiszabadul a tisztító tűz, az a mennybe megy, tehát szent lesz. De ugye az az igazi szentség, hogy a tisztító tüzet is ugye megkerülni. Na most ugye hát a jobblator ezt mindenfajta egyéni érdem nélkül megkapta, nem érdemelte, de ugye Isten szuverén döntése lesz neki megadta. No, hát ugye nagyon sokszor a halottaink kapcsán is, vagy saját magunk kapcsán is ebbe bízhatunk a legjobban, hogy ezt fogja majd megadni. És hát itt már a témánál vagyunk, az utolsó témánál Isten irgalma. Na most ugye Isten irgalma az ugye a Szentírás szerint végtelen, irgalmának nincsen vége, és jósága kimerülhetetlen, ugye jóságának kimeríthetetlen a tárháza. Na most itt nagyon fontos ugye, hogy ez az Isten irgalma nem egy szimpátia, mert a szimpátiában benne van a pátia, a passió, a szenvedés. Tehát Isten nem szenvedhet. Mondják ugye egyes teológiai irányzatok, de Isten együtt szenvedhet, kompasszió az van benne, és a megtestesült Isten szimpátiával együtt szenvedhet velünk. Azért is lett emberré az Isten igéje, például többek között, hogy ugye velünk együtt szenvedjen, hogy magára vegye a mi szenvedéseinket, a mi keresztjeinket. De Isten önmagában, mint Isten, megtestesülés nélkül nem szenvedhet, tehát nincs ilyen fajta szimpátia se benne. No, Isten irgalma, és ugye tehát ezt a megtestesült Istenre mondja, hogy Isten irgalmas és együttérző, hosszantűrő és bőséges az irgalomban. Hát ez mutatkozik meg a megtestesülésbe, a megváltásba, tehát azért veszi magára az emberi természetet, hogy ugye együtt magára vegye az ember szenvedését. Különösen Szent Lukács evangéliuma mutatja meg az Isten embernek a bűnösökkel és a betegekkel és a szenvedőkkel való
együttérzését, végtelen irgalmát. Az Úr minden útja irgalom és igazság, tehát egyszerre irgalom és igazság. Igen, jó. Abban is megmutatkozik irgalma, hogy érdem felett jutalmaz, tehát sokkal nagyobb jutalmat ad, mint ami nekünk járna a jó tetteinkért, és sokkal kevésbé büntet, mint amit mi azt megérdemeljük. Tehát, hogyha valakinek eszébe jut, hogy Isten, miért büntetsz ennyire, mivel érdemeltem ki, jusson eszünkbe, hogy kevésbé büntet, mint amennyire megérdemeltük. Tehát ebben is irgalmas, még akkor is, ha haragszik, és a büntet. Ugye? A bűnbocsánat egyébként ugye nem csak irgalmas tett, tehát a bűnbocsánatban is ott van az igazságosság, mert a bűnbocsánat rendes körülmények között megköveteli a bűnös bűnbánatát és az elégtétel nyújtást, tehát az ő irgalma sincs igazságosság nélkül, de az irgalmában is megmutatkozik az ő igazságossága és az ő hatalma, az ő végtelen hatalma. Igen. Jó. Például azt mondja a bölcsesség könyve 11.24, mert te irgalmazol mindenkinek, mert mindent megtehetsz. Tehát ugye az ő mindenhatóságának a egyik gyümölcse az ő irgalma, vagy például az egyik liturgikus könyörgés, hogy azt mondja, hogy Urunk, te a hatalmadat és mindenhatóságodat leginkább azzal mutatod meg, hogy könyöred, könyörületes vagy és irgalmas. Tehát az irgalmas megbocsájtásban is az ő hatalma mutatkozik meg, tehát ez egy hatalomgyakorlás, és hát megmutatkozik az igazságossága is, mert ugye hát Krisztus kiérdemelte ezeket a kegyelmeket, Krisztus magára vette a bűnt, levezekelte a büntetést, és ugye végtelen tárházban ugye kiérdemelte ezeket a kegyelmeket, ezeket az irgalmakat, amiket azután ugye kioszt. No, szóval a lényeg az, hogy az irgalom és az igazságosság az nem csak, hogy nincs ellentétben egymással, hanem föltételezi egymást, elválaszthatatlan, és természetesen ugye Isten mind a kettő, Istenben mind a kettő együtt van. Irgalmában is igazságos, igazságosságában is irgalmas. No, és ezek után már a következő témánk az az Istennek a hármassága. Tehát ez még bonyolult, ez se volt eddig mindig egyszerű, de az még bonyolultabb, hogy a három személynek a viszonyát, három személynek a ugye, működését és létét elmagyarázzuk. Illetve nem elmagyarázzuk, nem lehet, de legalább egy picikét megközelítsük. Hát köszönöm a kedves figyelmet!